Sziasztok! Egyik reggel rohantunk a buszhoz, semmi nem jött össze. A kisgyerek, a picike babám a karomon, a Lili előttem rohan. Óriási dugó, mindent lekésünk, a babysitter is mindent lekésik. Éppen átadnám neki a pannit, a pannikát, a másik oldalról érkező busza jött, de a miénket már lekésük. Nekem időre kell mennem, le kell adni a gyereket az óvodába. És akkor valaki egyszer csak így padlógáz, befordul a kis utcába, és nyitja a hátsó ajtót, hogy eljön velem, hova mennek? Hát mondom, az óvodába, aztán a belvárosba, na üljön be. És a furcsa volt, hogy na most akkor azért, mert engem felismert, és akkor akarat, és akkor mondja, hogy na minden nap kell tenni valami jót. És elvittük a Lilit az óvodába, és aztán elvitt engem a belvárosba. Ezért mozgással tudtam kezdeni a napot, ezért egész más volt a következő meetingeknek a ritmusa. Tök jól sikerült a délutáni klubba és az esti koncert, szóval teljesen megváltozott a napnak a hangulata, de nem csak attól, hogy odaértem a tornára, hanem attól, hogy Ferenccel, nevezzük nevén, egy nagyon-nagyon-nagyon jót beszélgettünk, és igazából eltűnt a dugó, eltűnt a nem tűnt el, csak hogy nem volt már fontos. Az volt a fontos, hogy ülünk az autóban, mindenki odaért mindenhova. Neki pont véletlenül arrébb rakták a következő meetingért, pont tudott egy picit maradni velem. És igazából teremtődött egy ilyen melegség, meg egy ilyen könnyűség ott akkor azon a reggelen az ő kis autójában. És azóta is hálás vagyok neki, úgyhogy egyrészt ezzel a videóval szeretném megköszönni ezt. Másrészt pedig azt vettem észre, hogy ez a jó cselekedet, ez úgy van, hogy így ma elszórsz egyet ide, egyet oda, és másnap valaki mástól kapod vissza, ha egyáltalán kell ezt visszakapni. Azt mondom, hogy inkább ez egy szemlélet, hogy számtalanszor van, hogy anyukák próbálnak a babakocsival leszállni a villamosról. Ott van már, ott vagyok, és rakom le őket, segítek nekik, mert és tessék, erre megjelenik a kép egy babakocsi. Azt hiszem itt a videóban, igen, zseniális, és nagyon remélem, hogy az anyukának is sikerül majd jól leszállni a villamosról. Na, tegyetek jót, jó, mert visszajön, és elkezdi a virágot gazdagítani.